köszöntöm Önöket a mai délutánon a Szociális Munka Napja alkalmából rendezett ünnepségünkön. Az imént Telemann F. dur szonáta első tételét hallhatták Dömök Péter, a Baptista Alapfokú Művészeti Iskola tanulójának előadásában, akit zongorán kísért Orosz Balázs, a Művészeti Iskola zongoratanára. Köszönjük fellépésüket, ma még fogjuk őket hallani. Engedjék meg, hogy körünkben külön is köszöntsem Kece István polgármester urat, Tatár Zoltán alpolgármester urat, dr. Pénzes Tíme a jegyzőasszonyt, dr. Szél András aljegyző urat, városunk képviselőtestületének megjelent tagjait, szociális és egészségügyi ellátásában tevékenykedő dolgozóit. Kedves vendégeink! A Szociális Munka Napja nem csak egy elismerés. Sokkal inkább köszönetünk és hálánk kinyilatkoztatása mindazon szociális és egészségügyi ellátásban dolgozó személyeknek, akik értünk kelnek fel nap, mint nap, akiknek munkájuk, egyetlen önzetlen céljuk is egyben, az emberek megsegítése, az emberi sorsok kísérése. Úgy is mondhatnánk, hogy ők a mi hétköznapi hőseink. Szóljon hát ez a délután róluk, szóljon értjük. Ünnepségünk alkalmából tisztelettel felkérem Molnár Imre települési képviselő urat, oszta meg velünk köszöntő gondolatait. Köszöntök minden kedves jelenlévőt a Szociális Munka Napja alkalmából rendezett ünnepségünkön. Külön köszöntöm én is polgármester urat, alpolgármester urat, aljegyző urat és minden kedves jelenlévőt. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm városunk szociális és egészségügyi dolgozóit. A Szociális Munkások Nemzetközi Szövetsége 1997-ben jelölte ki november 12-ét arra, hogy ezen a napon világszerte minden évben megünnepeljük azokat, akik odaadóan segítik, támogatják, felkarolják az elesetteket, a szegényeket és a betegeket. Városunkban és minden évben ezen a napon tisztelgünk szociális és egészségügyi ellátásban dolgozóink előtt, akik teszik a dolgukat, észrevétlenül ott vannak a rászoruló gyermekek, a fogyatékkal élők, az idősek gondozásában és a beteg emberek ellátásában. Sokszor mások segítése, problémájának megoldása előtérbe kerül saját maguknál. Nagy teher alatt dolgoznak, ami ráadásul nagy felelősséggel is jár. Második János Pál pápa rövid, lényegre törő mondata. Nem az a gazdag, aki birtokol, hanem az, aki ad. Városunknak nagyon fontos a szociális és egészségügyi dolgozók megbecsülése, ezért 110 éve született dr. Petkovics Tamás emlékére szociális és egészségügyi elnevezési díjat alapított, mely átadásra kerül a mai napon is. A mi korosztályunk még emlékszik arra, hogy Tamás bácsi kopott motorjával járta a várost, és fáradtságot nem kímélve gyógyította a betegeket. Az ő munkássága példaértékű mindnyájunk számára. Az elmúlt évek nagy kihívások elé állították a szociális és egészségügyi dolgozók életét is. Kezdődött a pandémia miatt kialakult nehéz helyzettel. Az ismeretlen vírus felbukkanása miatt új megvilágításba került a szociális munka. Olyan kihívás elé állította a dolgozókat, amelyre pár évvel ezelőtt még rossz álmainkban sem gondoltunk. A bezártság alatt megnőtt a rájuk nehezedő teher és a gondozottak iránti felelősség. Kisújszálláson sikerült megbírkozni az ismeretlen, kiszámíthatatlan, rendhagyó helyzettel. Szükség volt kiváló vezetésre, összefogásra, a dolgozók részéről a maximális szakmai odaadásra. A világjárvány rávilágított arra, hogy a szociális területen nem elegendő a szakmai tudás, szükséges a hivatástudat és az odaadás. Szeretném kiemelni a kisújszállási térségi szociális otthon kollektíváját, akik hivatásként végzik a munkájukat, és az elmúlt időszakban is példamutatóan szívvel és lélekkel végezték az embert próbáló feladataikat. Köszönjük a szociális dolgozóink helytállását, hogy a legkilátástalanabb időszakban is támogatták, segítették az elesett honfitársainkat.
A vírus okozta sok után kicsit fellélegeztünk, és már is megoldhatatlannak tűnő feladatok elé vagyunk állítva. Még teljesen nem tudtuk kitörölni emlékeinkből és mindennapi életünkből a járvány, és itt van szomszéd országunkban a háború és az átalakozott gazdasági válság. Egekben az infláció, az élelmiszer és az energiaárak. Ki más súlytan a legjobban az újabb gazdasági és társadalmi kihívás, mint a legelesettebb szociálisan rászoruló embereket. Nem kell ahhoz jósnak lennünk, hogy lássuk, a szociális dolgozókra a közeljövőben is hatalmas feladatok várnak. Kulcs szó lesz az együttérzés, szeretet, emberség mellett a takarékosság és a spórolás. Csak bizakodni tudunk abban, hogy újabb összefogással úrrá tudunk lenni a nehézségeken. A város vezetése, hogy eddig is, ezután is mindent segítséget megfogadni, hogy továbbra is zökkenőmentesen működjön a szociális és egészségügyi rendszerünk. Nagyon sokan szeretjük ezt a várost. Ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy a bölcsödétől, az óvodán, az iskolákon át, a szociális otthonig megfelelő, élhető körülményeket biztosítsunk. Tesszük ezt azért is, mert felelősek vagyunk egymásért, főleg azokért, akik segítségre szorulnak. Köszönetet kell mondanunk a hivatásos és önkéntes segítőknek egyaránt. Azok az emberek, akik mások segítésén dolgoznak, akik le tudnak hajolni embertársaikhoz, mély megbecsülést érdemelnek. Örömmel látjuk, hogy nagyon sok kisújszállási vállalkozó és magánember is tesz különböző felajánlásokat a nehéz helyzetekben. Minden ember elismerést érdemel, aki más, aki már megélte, hogy segíteni jó. Mert jó annak, aki támaszt, vigaszt, támogatást kap, és legalább olyan jó annak, aki a segítséget adja. Teréz anya gondolataival köszönöm meg a figyelmet. Olykor azt érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben. De enélkül a csepp nélkül sekélyebb lenne a tenger. Köszönöm Molnár Imre, települési képviselő úr köszöntő gondolatait. Kedves vendégeink, az elismerés átadása következik. Városunk önkormányzata a helyi szociális és egészségügyi ellátásban, vagy a karitatív tevékenységekben kiemelkedő munkát végző személyek elismerésére 2014-ben díjat alapított, mely Kisújszállás kiváló orvosáról, dr. Petkovics Tamásról nevezett el. Így módon eddig nem csak kiemelkedő életpályákat ismer el, hanem emléket is állít városunk szeretett és elismert orvosának. A díj plakettje Pintér Attila szobrászművész alkotása. Az idén elismerésben részesülő bejelentésére és a kitüntetett tevékenységének méltatására felkérem Tatár Zoltán alpolgármester urat, a díj átadására Kece István polgármester urat. Örömmel jelentem be, hogy példamutató szociális és egészségügyi tevékenységük, önzetlen szakmai munkásságuk, emberséggel végzett hivatások elismeréseként Kisújszállás város önkormányzata dr. Petkovics Tamás egészségügyi és szociális díj elismerésben részesíti a Kisújszállási térségi szociális otthon kollektíváját. Mindennapi munkáját az ellátottak iránti odafigyelés, a türelem, a tisztelet és segítőkészség jellemzi. Szívvel, lélekkel teszik a dolgokat, őszinte gondoskodással tartják az erőt a munkában megfáradt, gyakran családtámasza nélküli embereknek. Gondoskodnak a lakók testi és lelki ápolásáról. Sok irányú és szerteágazó segítségnyújtásokkal teszik könnyebbé a lakók mindennapjait.
Mindent megtesznek azért, hogy az otthon lakói jól érezzék magukat, fontosnak tartják a gondoskodásra szoruló embertársaik életkörülményeinek javítását, a nélsóság teljes, boldog időskor megteremtését. Ennek érdekében számtalan közösségi rendezvényt szerveznek. Szívesen emlékeznek vissza a régi hagyományokra, tartanak születi és húsvéti mulatságot, felelevenítik a pünkösdi hagyományokat, megemlékeznek nemzeti ünnepeinkről. Megtartják az anyák napját, a nőnapi ünnepséget, megünneplik a születésnapokat, de nem feledkeznek meg a föld napjáról és a madarakfák napjáról sem. Karácsonykor megérkezik a Jézuska, zenés mulatsággal köszöntik az új esztendőt. A mindig jó hangulatú rendezvények keretében családtagjaikkal együtt tölthetnek egy-egy délután az otthon lakói. A Kisújszállási Térségi Szociális Otthon kollektívája évtizedeken át végzett kiváló, példamutató szociális és egészségügyi tevékenysége, önzetlen, emberséggel végzett szakmai munkássága elismerésre méltó. E díj adományozásával köszönetet mondunk az otthon valamennyi dolgozójának. Az elismeréshez szeretettel gratulálunk Szűcs Zsuzsanna intézményvezetőnek és a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon kollektívájának. Kedves vendégeink! A következő percekben szeretnénk Önöket ismét zenével köszönteni. Diabelli, Szonatina első tételét hallhatják Dömök Péter és Orosz Balázs előadásában. Produkciójukat fogadják sok szeretettel. Viszont a mai ünnepi délutánunk még folytatódik. Szeretnénk Önöket egy kis pezsgő és édesség elfogyasztására invitálni, így arra kérnénk Önöket, hogy fogadjanak el egy pohár pezsgőt tőlünk, és átadnám a szót polgármester úrnak a pohár köszöntőre.
Azzal kezdeném, hogy a szociális otthon egyes dolgozóinak, részlegeinek az elismerése már korábban, már zárt ülésen tárgyaltuk, de csak annyit mondok, amennyit lehet, már korábban felvetődött a képviselőtestületben, de ugyanakkor arról is beszéltünk, hogy nem szeretnénk különböző részlegeket elismerni, a munkájuk, a dolgozók munkáit elismerni. Inkább ez a több mint 100 fős kollektíva együttes elismerésére törekszünk, amire nincs jobb díj, mint a Petkovics Tamás díj. Egy kis időt várni kellett, nem nyáron, augusztus 20-án nyújtottuk át ezt az elismerést, hanem egy nappal a szociális munka napja előtt, ugye november 11-én, tehát most nem Mártont ünneplünk, hanem a kitüntetetteket. A méltatásban, illetve az ünnepi köszöntőben is elhangzott, hogy gyakorlatilag a bölcsődétől, a szociális otthonig, a legfiatalabbaktól az idősekig ez a réteg mindenkit ellát, ez a munkavállalói kör mindenre odafigyel. Nem ismétlem meg ezeket az elismerő szavakat, nem is tudnám. Olyan sok minden szép elhangzott, de azt mindenféleképpen szeretném megerősíteni, hogy nem csak önkormányzatunk, képviselőtestületünk, hanem a város valamennyi lakossága nevében szeretném megköszönni a munkájukat. Azt nem színesen mondom, hogy ezután is számítunk rá, hogy nehogy félreérthető legyen, mert lassan már mi is a feléten dálunk a korunk miatt, hogy majd egy-egy ágyra lesz szükségünk, de még víznek is rossz, azért inkább nem is mondom. De a lényeg az, hogy minden jelenlevő nevében szeretettel gratulálunk ehhez a kitüntetéshez, és mivel a szociális otthon dolgozói vannak legtöbben, mondhatjuk azt, hogy mindenki gratulál mindenkinek, és köszönjük szépen a munkátokat, tevékenységeteket, és hát nehéz kimondani, de csak kimondom, hogy ezután is számítunk rá. Egészségükre, egészségükre.